vannak ott a hegyről lefelé, pedig fejtik a kövecskét. Kőbánya, kőföl dolgozott. Itt fognak aludni, szerintem. Itt fognak aludni, de sok kicsike is van. Jaj, de sokan van. Még jönnek a többiek, és látszik, itt van a találkozó. Itt fognak terülni. Ah, mama meg a kicsi. Itt jönnek a kicsike. Hát a sokkal többnek tűnt. Ha nem nagyon hasonlít, hogy itt valósokat nevált. Csicser. A kaján és ott is egy kaján. Valóban érkezik. Maria.
sultán. Vizimalom. Egy autófér állt a két ház között. Igen, ez egy nagyon szép kis sikátoros utca. Szebb és szebb rozogább házakkal is. Ezek fel vannak újítva valami. Jó, érdekes kis hely. Nagyon régi kis hely, és egy szerepel. És itt a néz ki. Jó kis tornyos szálloda. Jó kis fenyő, Misztár felé vagyunk a félúton. És kacska lingós. Az óhatal, de gyönyörű, és milyen szépen jön végig ott le. Hogy közeledünk az olasz határfelé, nézd meg a házakat, és normálisabbak. Érdekes, hogy ilyen két. Színesebbek, szóval ha nincs is olyan nagyobb frissen festve, de kicsit van díszítve, van virág valamennyi. Mondjuk az útszéle, meg a parkok azok. Na menj, Diebé! Diebé! Hát vannak erkélyeken virágok. Igen. Már ennyi a különbség. Kosóházak is. Még nem olyan rendezett a park. Igen, de hát azért mégis csak. Igen, de a zászlójuk az kint van. Az hát kint a svájci. A svájci zászló minden van kint van. Anélkül nem bírnak meglenni. Olyan, mint az amerikai katonák is. Hasonlók rá a helye is. Még a zászlójukat húzzák föl. Hát, egy kis. Sikátor, vigyázz! Szinte szép kis szerelnek. Ez szép lesz, szépen ki van festve. Mellette írtó lerobbant épület halmaz. Zászló valamilyen. Fogó valami régi. Fa, erkély. Ez igen. És egy régi kisváros. Különleges látványi. Ez a Musztár. Ezek már szépek, és tényleg tele vannak irányban. Már másképp. Nem mindig. Hát van egy kis romos, ez össze fog dőlni itten, de még azért úgy látszik lakhatnak. Egy kicsit szakadt. Visszanézünk egy kicsit. Erődítmények. Ezt lemaradtunk egy templomról. Bent ott van, most tatarozzák.
szerzetesek ott álltak kint. Ja. Bábúba. Nem eredeti. Turista lovaglás. Olaszország. De magyarul vagy a németül van kírva is Steinhaus. Joyce. Hát House Joyce. Hát igen, ez a német-olasz, vagy hogy van, igen, nem, osztrák-olasz terület, így van. Olyan, mint nálunk az Erdély. Igen, osztrák. Hát tudod, itt már az Erkélyen virág. Igen, Olaszországhoz csatolták. Igen? Igen. Kis romos házak, még a idő vasfoga meg az eső, ahogy odaverődik a házfalához. Ó, de régi kis izék ezek. Ó, egy kis Buongiorno, igen. Már itt a Raiffeisen betette a lábát az olaszokhoz. Egy kis olasz városnézés. Gasthaus, ugye, olaszóval kírva mi. Egyáltalán nem. Árját cica, ne filmezlek. Igen, ezek az ébredők szemben. Kicsit olaszos, de azért... Hát még kicsit romos. De akkor is, de ott a virág néz meg az olaszok. Egy kicsivel már másabb. Egy fokkal már jó. És ahogy közeledünk majd Ausztria fele, egyre szebbek lesznek, és rendezettebbek a kertek, a porták. Hopp, micsoda jó kis vár. Kis templom, igen, ilyen. Igen. De jó, szépség. Hát most már erőt. Ausztria, Olaszország és Svájc találkozási háromszöge. Megálltunk egy kis kiállóba, egy viaduknak a szélén. Arra lent a völgybe volt a határ.